elkezdtek leszegett fejjel járni, alsóbbrendűen viselkedni. A tanítónő később elmesélte, hogy okosan gondolkodó, osztálytársaikkal jól együttműködő gyerekek egyik pillanatról a másikra milyen kegyetlenségekre ragadtatták magukat. 15 perc alatt hogyan rekesztették ki volt barátaikat. Jane Elliot azt mondja, többet okult a felsőbb rendűnek hirdetett gyerekek viselkedéséből, ahogy kifordult a személyiségük, mint a kirekesztettekéből. Ezt ő találta ki? Igen, teljesen az ő ötlete volt. 15 évvel később egy osztálytalálkozóra ismét összegyűlt Jane Elliot egykori harmadik osztálya. Te olyan boldogan aláztad meg a társaidat, mondja egyik volt tanítványának a tanítónő, hogy meg voltam győződve róla, hogy ha felnősz, aljas náci leszel. A fiatalember elmeséli, hogy maga sem érti, hogy lehet, de felsőbbrendűsége tudatában úgy fordult el a barátaitól, hogy a mai napig is szégyelli. Ő volt az egykori fiatalember. Ez a fiatal nő azonos azzal az egykori kislánnyal, akit az udvaron a barátnői vigasztaltak. Azt mondja, hogy csak arra emlékszik, hogy gyűlölte a tanítónőt, amiért végigcsinált ezt velük. Mi a véleménye erről a kísérletről önnek? A szociálpszichológus szemével nézve milyen módszer ez? Mert számomra meglehetősen brutálisnak tűnik. Valójában az is volt. Azt hiszem, a tanárnő, amikor kitalálta ezt a játékot, fel sem fogta, milyen komoly hatása lehet egy ilyennek. Az egész egy napig tartott mindössze. És Töviről a hegyire meg is vitatták az esetet a gyerekekkel, mielőtt aznap hazamentek. Szóval zsúfolt egy nap volt, de azt hiszem több jött ki ebből a gyakorlatból, mint ő előzőleg hitte volna. Nem volt szerintem etikus, de ugyanakkor emlékezetes élmény volt a gyerekeknek oktatási szempontból. Ellen Fantot, a kandikamera mesterét, akinek néhány jelenetével találkoztak már a műsorban, és ígérem, még fognak találkozni, korán felfedezték azok a pszichológusok, akik az emberi viselkedést kutatták. Fölismerték benne, hogy Fant is olyan helyzeteket teremt, amellyel a hétköznapi életben ritkán találkozunk, de amelyek nagyon jellemzők ránk. Lássuk, hogyan csípte nyakon a családi szerepeket és a tekintét Ellen Fant egy tekepályán. A papa elvitte a gyerekeket kuglizni, hadd tanuljanak. A kisfiú balkezes és ügyetlen, de lám, első dobása, véletlen. Most a papa megmutatja az egész családnak, hogy is kell csinálni. Kicsit koncentrálunk, aztán... Elárulom a trükköt. A család nem tud róla, a filmesek beépítettek egy szerkezetet, ami a kisfiú minden dobása után leteríti az összes bábút. Szegény papa, mi lesz az atyai tekintéllyel? Ennek a papának nagy nehezen sikerült rábeszélni a mamát, hogy mozduljon ki végre a konyhából. Hagyja a dagatruhát másra, és menjenek el vasárnap tekézni. Hidd el, mama, nem is olyan nehéz. A papa csak tudja, nagy spíler az öreg. Mi már tudjuk, hogy a szerkezet most a mamát segíti. A papa először boldog. Az egész család örül, milyen mázdia van a mamának. Hiába szűzkéz. Mamát, mintha megrázta volna a siker, de most már tényleg látja, hogy ez nem is olyan nehéz. Eldobja a golyót. Dor. Tessék most nézni a papa mosolyát. Kicsit már, mintha hűvösebb lenne. Mamát
Mama most már valóban látja, hogy ez könnyű. Ennél még a tésztadagasztás is nehezebb. Papa kezd aggódni. Ekkora mázli nincs. Most már a gyerekek is úgy látják, hogy a mama sokkal jobb, mint a papa. De látod, papa? Milyen klassz a mama? Csak úgy eldobja és tarol. Nem értem, dünnyögi a papa, pedig úgy félrehúzott a golyó. Mama most már koncentrál, érzi a tekintély felelősségét. Aztán dob. Na, most tessék majd megnézni a papa szemeit. A mozaik osztály egyáltalán nem az én ötletem volt, hanem a véletlen műve. A texasi Austinban éltem, a texasi egyetemen tanítottam akkoriban, és 1971-ben az állami iskolák már vegyes iskolák voltak egész Texasban. Vagyis feketék és fehérek vegyesen? A fekete és mexikói származású amerikai gyerekeket busszal szállították a kelet-austini színvonaltalan iskolákból a közép-felső osztálybéli nyugat-austini iskolákba. Austin egyébként egy déli város, és amikor 1965-ben oda költöztünk, de talán még most is ez a helyzet, úgynevezett lakóhelyi típusú elkülönülés volt a jellemző. A szegények, tipikusan a fekete és mexikói származású amerikaiak, az autópálya keleti oldalán laktak, színvonaltalan lakás és oktatási viszonyok közepette, a nyugati oldalon pedig, ahol minden szép és jó, és egy virágos kert az egész környék, a közép, illetve felső osztálybeliek éltek. A mozaik osztály alapötlete az, hogy ahelyett, hogy a srácok egymással vetélkedjenek, azt szeretnénk, ha egymással együttműködve dolgoznának. Azt akartuk, hogy érdemes legyen így cselekedni. Azonnal felmerült az ötlet, méghozzá 24 órán belül, mert hogy teljesen nyilvánvalónak tűnt számunkra. Vettünk egy adott napi tananyagot. Mondjuk a srácok akkor éppen nagy amerikaiak életét tanulták, például Eleanor Rooseveltét, és szétszabdaltuk 5 bekezdésbe. A gyerekeket is szétosztottuk 5 fős csoportokra, így nem a hagyományos módon zajlott az oktatás, amikor a tanár kiáll eléjük a táblához, hanem kis csoportokban. Minden diák kapott egyet, és csak egyet az 5 bekezdésből, amit bizonyos idő alatt memorizálni kellett. Adott esetben együtt lehetett felkészülni a másik csoport azon tagjával, akinek szintén ugyanaz a szakasz jutott. A lényeg, hogy teljesen megértsék, és el tudják mondani a tartalmát. Akkor visszament mindenki a csoportjába, és elmondta a saját bekezdését. A lényeg, hogy a többi 4 bekezdést mindenki csak a többiektől, a másik 4-től hallhatta közvetlenül. Máshonnan nem. Mindenki hozott tehát valamit a csoportba. Hogy ennek a valaminek hasznát is tudják venni, oda kellett figyelni a másikra. Tehát például, ha én egy rettentő okos, sikeres, reményteljes fehér gyerek vagyok, te pedig fekete, és ráadásul döcögve nehezen tudsz beszélni, akkor egy versenyhelyzetben akkor járok jól, ha kigúnyollak, leostobázlak, mert hogy mi ellenségek vagyunk. Ebben a szituációban viszont, ha így cselekszem, az életben meg nem tanulom a te bekezdésedet, hiszen azt csak úgy sajáthatom el, ha végighallgatlak. A tanár ugye bejelenti, hogy 1 órán belül mindenkinek vizsgán kell számot adnia a ismereteiről, úgyhogy nekem érdekem, hogy figyeljek rád, teret engedjek neked, ne froclizzalak, hanem éppen ellenkezőleg. Ha nehezen nyilvánulsz meg, kérdésekkel segítelek, mint egy jó riporter. Próbálom kihozni belőled, ami benned van, csak nem akar kijönni.
Azt találtuk, hogy a mozaik osztályokban jobban teljesítettek a tanulók, ha vizsgázniuk kellett. Sokkal kevesebb volt az előítélet, és sokkal több a gyerekek közötti barátkozás, és jóval több önbecsülésük lett mind a fehér, mind a fekete és mexikói származású amerikai gyerekeknek. Teljesen egyértelműen kiderült, hogy a gyerekek jobban szerettek iskolába járni, kevesebb volt a kimaradás, és nagyon érdekes volt megfigyelni, ki kivel elegyedett, társalgott szünetekben, amikor a srácok az udvaron lófráltak. A mi diákjaink a háztetőről fotózták a mozaikos iskolák udvarát és a hagyományosékat is, 6 héttel a kísérlet beindítása után. A hagyományos iskolákban fehér, fekete és mexikói származású amerikai gyerekek továbbra is klikkekben járkáltak, szinte semmi keveredés nem volt látható. Egy osztályba jártak tehát, de mégse voltak együtt. A mozaikos csoportok mind-mind integrálódtak, keveredtek, barátkoztak. Minden jel arra mutatott, hogy a gyerekek jól kijönnek egymással, függetlenül bőr vagy szemszínüktől. Most ismerkedjünk meg a műsor másik főszereplőjével, Philip Zimbardo professzor, a Stanford Egyetem pszichológia tanszékének professzora. San Franciscóban lakik, a világ legkacskaringosabb utcájának nevezett Lombard Street egyik kacskaringójában épült házban. Reich Laci operatőr barátommal reggelire vagyunk hivatalosak, ami errefelé ugyanúgy szokás, mint a vacsora vagy az ebéd meghívás. Ugyanolyan gondosan gyertyával megterítenek hozzá. Zimbardo professzor először eldicsekszik fantasztikus maszk gyűjteményével, amely főként észak-amerikai maszkokból áll. Fel is próbál néhányat. Szinte valamennyi egyszerre mutat emberi és állati vonásokat. Mert az állat benne lakik az emberben, állítja Zimbardo. Jó ideje azzal foglalkozik, hogy honnan ered, pontosabban, hogy milyen körülmények lobbantják fel az emberi gonoszságot. Egy ideig Brazíliában dolgozott a katonai diktatúra után, és olyan embereket vizsgált, akik részt vettek a kínzásokban és a kivégzésekben. Meséli, hogy összeakadt például egy férfi valakit, először kínzónak akartak felvenni, de nem vállalta. Rémes valakinek a szemébe nézni, aztán kínozni, mondta. Ezért aztán ez az úr inkább kivégző lett. Az egyszerű. Az ember a fejére húz egy csukját, oda megy a pisztollyal az áldozathoz, közvetlenül közelről fejbe lövi, és lehet menni a pénztárhoz. Ilyen az, ha valakinek lelke van. Ez az úr 2 év alatt vagy 200-szor kímélte meg magát ilyen módon a kínzás megpróbáltatásaitól. Zimbardo egyik nagy előfutára Stanley Milgram, aki a II. Világháború idején arra volt kíváncsi, hogy az SS keretlegények hogyan voltak képesek ártatlan embereket halomra gyilkolni.